Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, ez itt a Siesta Plus a Nyíregyházi Televízió műsorán. Érdemes lesz velünk tartani, mai számos izgalmas témával érkezünk. Többek között ellátogatunk a Nyíregyházi Állatparkba és az Állatbarát Alapítványhoz is. Kezdésnek pedig könyvtár, hiszen hatalmas elismerésben részesültek, minősített könyvtár lett az intézmény. A részletekről pedig már Tomaszowski Anitát kérdezem, köszöntelek szeretettel. Köszöntöm a nézőket, szia! Mesélj nekünk egy picit, milyen előzmények előzték meg ezt a minősített könyvtár elismerést? 2011-ben már kapott egy ilyen díjat a könyvtár, akkor egy másik szemléletben dolgozott. 2016-tól, 2017-től pedig úgy döntöttünk, hogy a TQM minőségirányítási vezetési filozófiát próbáljuk elsajátítani. Első lépésként több kollega részt vett egy 120 órás tanfolyamon, majd megalakult a minőségirányítási tanács, ebben 4 állandó csoport, munkacsoport, plusz még 4 idéglenes csoportot is alakítottunk. Tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, és nagy szakmai munka előzte meg. A lényege, hogy a használói elégedettséget és igényeket folyamatosan mérjük, magas minőségi színvonalú szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, és ebben a szemléletben be tudjuk ebbe a pályázatba mutatni, hogy milyen eredményeket és sikereket értünk el. Ez egy több oldalas szakmai dokumentum, ez a honlapunkon megtalálható, tehát ebben leírtuk tényleg a minden eredményünket attól kezdve, hogy baba-mama szobát alakítottunk ki, hogy családbarát szolgáltató hely, családbarát munkahely, bronzfokozatot nyertünk, hogy megújult a stúdió greenboxunk, hogy fel tudtuk újítani a Vécsey utcai fiókkönyvtárunkat, jelenleg most a gyerekkönyvtárunkat újítjuk fel, de képregénytárat alakítottunk ki. Tehát vannak olyan szolgáltatásaink is, ami egyedülálló országosan is, úgyhogy ezután a további cél, hogy a minősített könyvtár díjat is megpályázzuk. Csak a kollégáimnak tudom köszönni, hiszen a szervezet fejlesztés is közben lezajlott, ez egy óriási nagy csapatmunka volt. Több kis csoport dolgozott egyben, miközben a minőségirányítási tanács is havonta ülésezett, és megbeszélték a munkafolyamatokat. Olyan eljárásrendeket, új folyamatleírásokat, szabályzatokat, dokumentumokat dolgoztunk ki, ami hozzájárult ahhoz, hogy ez a pályázat sikeres legyen. Majd pedig felkért szakértők nyáron ellátogattak hozzánk a könyvtárunkba, és természetesen meggyőződtek, hogy a gyakorlatban is hogy működik ez a dolog. És érdemesnek találta intézményünket, hogy megkaptuk a minősített könyvtár címet, és az ezzel járó 500 ezer forintos jutalmat is. Gratulálunk egyébként a címhez, hiszen fantasztikus eredmény, illetve nagyon sok munka van valóban mögötte, ahogy említetted, és a fiúkönyvtár, a gyermekkönyvtár felújítása, illetve a képregénytár. Egyébként ezt hogyan fogadták a képregénytárat a fiatalok, hiszen ez inkább nekik volt egy nagyon nagy vágyuk, illetve számukra nyújt nagy lehetőséget. Igen, az a pozitív tapasztalat, hogy egyre több az érdeklődő, főleg mikor át tudtuk adni ezt hivatalosan is, ünnepélyes keretek között, hogy nagyon-nagyon sokan kölcsönzik a képregényeinket, és a programok is nagyon jók volt. Jók voltak. Ehhez persze kellett Kertész Sándor szakmai hozzájárulása, támogatása, de meg tudtunk szólítani olyan fiatalokat, akik így rendszeresen a könyvtárunkba járnak, illetve hát meg kell említeni a nagy EFOP-os pályázatunkat, ugye a Kultúrkuckót, ami olyan informatikai eszközökkel van felszerelve, ami nem biztos, hogy minden háztartásban megtalálható, mint az Apple számítógépek. Ott is rendszeresen vannak, akik használják ezeket az eszközöket. Természetesen a pandémia alatt visszaszorult a használat, de mi bízunk benne, hogy hamarosan ennek az rosszabb időszaknak is, vagy nehéz időszaknak is hamarosan vége lesz, és az olvasók újra kedvet kapnak minden részlegünket megtekinteni, és majd a megújult gyerekkönyvtárunkat birtokba fogják venni. Hogyan zajlanak a felújítási munkálatok? Nagyon jól zajlanak, jelenleg a bútorokat rakják össze a könyvtárba, a dekoros készíti a dekorációt, úgyhogy sinem vagyunk, még az lesz nagy munka, hogy a közel 40 ezer kötetet visszahelyezzük a polcokra,
Közben ugye zajlik az örökösföldi fiókkönyvtár felújítása, az a részleges felújítás is jó ütemben zajlik. Reméljük, hogy jövőre tudjuk folytatni a többi felújítási munkálatokat is. Ezeken a munkákon kívül hogyan telnek nálatok a mindennapok, milyen online vagy jelenléti programok vannak? Jelenléti programjaink a legkisebbeknek szólnak. December 21-én lesz utoljára a ringató foglalkozás, és december 17-én pedig a Szita-Szita péntek gyerekfoglalkozásunk. Ezzel a gyerekprogramok ebben az évben véget érnek, és lesz még egy online programunk a helytörténeti estét december 13-án. Szabolcs-Szatmár, Bereg megye és az Olimpia, Stevanyik András helytörténész fog online előadást tartani. Illetve van két online játékunk, ahogy ezt már megszokhatták tőlünk a kedves használóink, hogy egész pandémia alatt rengeteg online quiz játékot indítottunk, most ugye az ünnepekhez, a karácsonyhoz kötődően gyerekeknek is és felnőtteknek is indítottunk egy ilyen játékot, úgyhogy még várjuk a megfejtéseket, és majd ajándékkönyvjutalomban részesítjük a helyes megfejtőket. Az elmúlt héten pedig egy kiállítás is nyílt nálatok. Igen, a Kerülő 60, Kerülő Ferenc kiállítása, ami megtekinthető mindaddig, amíg be nem zárunk, ugye december 23-án vagyunk utoljára. Milyen szünet lesz most a könyvtárban, mennyi ideig kell nélkülöznünk a könyveket? Mindösszesen a két ünnep között leszünk zárva, tehát január 3-án a megszokott nyitvatartási rendben várjuk az olvasóinkat, és hát az is egy újítás nálunk, hogy csütörtökönként már nem 6 óráig vagyunk nyitva, hanem este 7 óráig tudjuk fogadni a látogatókat. Ez nagyszerű lehetőség annak, aki mondjuk az esti órákban szeretne kölcsönözni, vagy csak betekinteni hozzátok akár egy kiállításra, vagy a képregénytárba szétnézni. Nagyon gratulálunk még egyszer a címhez, és köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm a lehetőséget. Mi pedig most látogassunk el az Állatbarát Alapítvány Csatorna utcai telephelyére, ahol idén is megrendezik a karácsonyi bazárt, és nem csak a négylábú kedvenceinknek, hanem akár a családtagjainknak is választhatunk ajándékokat.